Körülbelül egy évvel ezelőtt Ilonával lefixáltuk ezt az időpontot, akkor még azt gondoltam, hogy itt egy önálló kiállítást fogok csinálni. Kicsit ünnepít, lévén, hogy most egy ilyen kerek évfordulós születésnapom volt a néhány nappal ezelőtt, amiben kulcsfontosságú az ötös szám, gondolom nem kell magyaráznom. Ezért azt gondoltam, hogy az elmúlt 5 év munkáiból hozok egy válogatást, de mivel ilyenkor az ember szeretné magát valamilyen nagyobb ajándékkal megajándékozni, ezért én azt gondoltam, hogy megajándékozom magamat, illetve magunkat, illetve a kedves hölgyeket és urakat, akik itt eljöttek megnézni ezt a kiállítást. Megajándékozom magamat és magunkat Gyuri barátom csodás munkáival, és meghívom őt is, hogy csináljunk itt egy közös kiállítást. Megpróbáltunk úgy válogatni, hogy ezek a képek valahogyan összecsengjenek egymással. Nem direkt módon, nem feltétlenül direkt módon, mert elég távoli a stílusunk, a világunk egymástól. Azért találtam jó ötletnek, hogy össze tegyük egymás mellé, és összecsengővé a képeket. Hát, ha kiderül az, hogy tudunk-e együtt dolgozni majd egyszer valamikor egy közös projekten, egy közös munkán. Nagyon pontosan kiderült számunkra, hogy lehet összerakni ezeket a munkákat. Lehet egymás mellé tenni, egymással szembe tenni, és megszólalnak, tudnak beszélni egymáshoz a képek. És ennek én nagyon örültem, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg fogunk együtt dolgozni egy művésztelepen, ahol majd remélem, hogy jó borokat ihatunk. Oh my.